Szervusztok, ez Angelika Habpatron csatornája, és én pedig Angelika Habpatron vagyok. Ma reggel iszonyatosan meleg volt itt a lakásban, és arra gondoltam, hogy strandolni fogok, de még mielőtt elindulnék a strandra, pár hasznos tippel foglak ellátni benneteket a strandolást illetően. Csak úgy menjél ki strandra, hogyha igazából van hozzá kedved, mert annak semmi értelme, hogy kimész, és akkor elrontod a többi ember. Örömét belepisilsz a medencébe, meg elcserélgeted a strandpapucsokat, és akkor az senkinek se jó. Mit kell vinnünk magunkkal a strandra? Ami nagyon fontos, a naptej. A naptej az valójában aludtej. Tejet kiteszed a napra, akkor az megalszik. Azt már csak utána tudod használni, amikor leégtél, hogy bekened magad tejföllel vagy a hideg aludtejjel. A napvédőkrém az megint nagyon furcsa, mint hogyha a napot kéne megvédeni tőlünk, és azt kéne bekenni, de közben a naptól védjük meg magunkat. Mit kell csinálnod a strandon, ha otthon hagytad a naptejet? Nyugodtan kérhetsz valakitől, de vigyázz, hogy nagy azt mondd, hogy kölcsön kéred, mert ugye azt nem fogod tudni neki visszaadni, mert akkor már rajtad van, hogy adod vissza. De ugye az is lát, hogy mondjuk te egy ilyen szégyenlősebb típusú ember vagy, menj oda, és véletlenül dörgölőznek olyan embereknek, akik be vannak kenve, és akkor így kerül rád egy kis naptej. Ami felmerülhet még ilyenkor, a szabad strandra viszed magaddal a házi állatodat, kutyát, macskát nem, hogy be kell lekenni. A szörös állatokat nem kell bekennünk naptejjel, de mondjuk ha kopasz kutyád van, azt be kell. Például a természetben is az ilyen kopasz állatok megfürödnek a sárba, iszapfürdőt vesznek, az elefántok, varacskos disznók, a vízilovak úgy védekeznek, hogy ki se jönnek a vízből. Tehát ez is egy megoldás, hogy lemaradsz a víz alatt. Úszószemüveg mindenképp legyen nálad, mert így látod azt is, hogy mi történik a víz alatt, és nem fogsz nekiúszni másnak, ahol meg még találkozhatsz ugye különböző állatokkal, növényekkel. Van a hínár, vízipókok, kis halakat fog megszövő a hárját, és kis halakat halászik ki. Szerintem. Vannak még a halak, de a halaktól nem kell félned, mert a halak igazából tartanak tőled, úgyhogy el fognak úszni. Ha meg nem úszik el, akkor az a cápa. Mit szoktunk csinálni a strandon? Van, aki keresztrejtvényt fejt, olvas, beszélget, de mondjuk nagyon sok hangya van a strandokon, lehet hangyát gyűjteni, menni oda a járatokhoz, vagy vinni nekik enni a szemetesből. Gyakran van, hogy elindulunk a strandra, és egyszer csak a strandon kiderül, hogy nincs nálunk mégsem a fürdőruhánk, otthon felejtettük. Ilyenkor körülnézel a strandon a szemetes kukákba, ahova csak gyakran kidobják a kiukat, matracokat, ezt kivágod, belebújsz, véd a nap ellen is, meg hát meg is van vele a farsangi jelmezed akár. Vásárolsz vattacukrokat, és azt így felrakod magadra, ezzel egyfajta divatot is teremthetsz ugye a strandon. Hát, hogyha bemész a vízbe, akkor csak ugye arra kell figyelned, hogy estig már nem jöhetsz ki, mert valószínűleg le fog olvadni rólad. Maszkot most már mindenki visel, és egyszerűen csak felteszed bikininek két maszkot, és már kész is a bikini, és hogyha bemész mondjuk egy üzletbe, akkor ezt fordítva is lehet, mert egyszerűen csak a bikinit így felcsapod, és már vásárolhatsz is. Nagyon érdekel minket nőket, például az, hogy milyen a strandruha divat, a napfürdőzést tudod használni, különböző mintákat ragaszkodsz a bőrödre, ott azon a területen nem fogsz lebarnulni. Én most készültem ezzel a leragasztó szalaggal, és akkor ezzel lehet egy ilyen pöttyös bőrmintát varázsolni magadnak, felragaszgatod, de hogyha nagyon sietsz, kockákat vágsz, és ezeket teszed fel magadra. Lehet ezzel például sminket készíteni, ugyanígy, hogy ugye így leragasztod ott a szemeden azt, amit szeretnél, hogy fejre maradjon, és akkor ott lesz egy ilyen kis kocka, vagy az egész szemedet akár kihagyhatod. Meggyantázni is lehet ezzel a szalaggal. Remélem, hogy tudtam pár hasznos tippet adni nektek, és most rohanok a strandra, mert várnak a színes jégkásák. Ti pedig írjátok meg, milyen új eszközöket, játékokat találtatok ki, amivel szórakoztatjátok magatokat és egymást. Sziasztok!